Hírek a Spirit FM-en. Elindult a hazai dinnye szezon. Még 10 évig biztosan nem kell roaming díjakat fizetni az Európai Unióban, és üvegforgácsok kerülhettek a Heineken egyik termékébe. 19 óra van, köszöntöm Önöket. A Spirit FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. 2022. januárjához képest 25-tel kevesebb orvos van az országban, az összes betöltetlen praxis 80%-a pedig már több mint egy éve üres. Jegyezte meg az MFOR. A Központi Statisztikai Hivatal 2020-as adatai szerint összesen 5895 praktizáló házi orvos van az országban. Ők együtt több mint 63 millió esetet láttak el az évben. Ez azt jelenti, hogy egy házi orvosra 10.663 eset jutott, vagyis naponta 43 eset, így egy betegre maximum 12 perc. Megyei szinten a legtöbb házi orvos 71 Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből hiányzik, de Budapesten is sok az üres praxis. Mögötte rögtön Pest megye következik 59 üres helyjel. Még 10 évig biztosan nem kell roaming díjat fizetni az Európai Unióban, az erről szóló szabályozás már életbe lépett. Ez azt jelenti, hogy 2032-ig továbbra is többletköltségek nélkül lehet telefonálni, SMS-ezni vagy internetezni az uniós országokban. Az új szabályok fontos eleme, hogy a fogyasztóknak joguk lesz ugyanolyan minőségű mobil internethez külföldön, mint itthon. A mobil szolgáltatást nyújtó cégeknek biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók hozzáférjenek a 4G vagy a fejlettebb 5G hálózatokhoz, amennyiben ezek elérhetőek. Belefulladt egy 8 éves gyermek a Szamosba. Oláfodorházán, Románia Szilágy megyéjében tűnt el a gyermek, miután barátaival fürdött a folyóban. Szerda este hívták a katasztrófavédelmi felügyelőség segítségét, akik a gyereket csónakokkal kezdték keresni. Az akcióban részt vettek a Besztercze-Naszód megyei búvárok és két zsibói tűzoltó csapat is. Végül a gyermeket megtalálták, de a helyszínre érkező mentősöknek nem sikerült újraéleszteni, számolt be a maszol.ro. Üvegforgácsok kerülhettek a Heineken egyik termékébe. A vállalat a Heineken Original Sör 4 literes kiszerelésű, csavaros kupakkal ellátott palackja miatt adott ki biztonsági figyelmeztetést. Az érintett sör magyar szupermarketekben, nagykereskedőknél, italboltokban és webáruházakban is kapható volt. A Heineken arra kéri a fogyasztókat, hogy ne igyák meg a sört, amelyet a vásárlás helyén blokk nélkül is visszavesznek és visszatérítik az árát. Elindult a hazai dinnye szezon. Az elmúlt néhány évvel ellentétben jó esély van egy nagyon pozitív szezonra, jelentette ki Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke. Magyarországon 2600 hektáron termesztenek görög, 400 hektáron sárga dinnyét. Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke hangsúlyozta, a fóliás termesztésnek köszönhetően több héttel kitolható a hazai szezon, de annak a második felében sem eshet kilónként 179 forint alá a dinnye ára. Különben a szezon nem lesz jövedelmező a termelők számára. Az egész országot sújtó kánikulla és az extrém szárazság miatt holnaptól az ország teljes területén elrendelték a tűzgyújtási tilalmat, írta honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A NÉBIH a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével hozta meg a döntést. Holnaptól tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, közölték. És most időjárásunkról. Sok napsütés mellett kevés fátyol felhő és főként a Dunától keletre gomoly felhőképződés várható. Ott elszórtan kialakulhat záporzivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, majd este a Dunától északnyugati részein az északnyugatira forduló szél erős vagy viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet továbbra is 34-40 fok között valószínű, késő estére is csak 21-31 fok közé hűl le a levegő. A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és ezen a héten is köszöntöm Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt itt a stúdióban. Én is üdvözlök mindenkit. No, vágjunk is bele, nagyon sok minden történt a héten is, illetve hát ma is a legfrissebb hír egyébként néhány perccel ezelőtti, hogy rakétatámadás ért egy lakóházat Odesszában. Legalább 21 ember, köztük két gyermek is életét vesztette, úgyhogy ha megkérhetlek, most is kezdjük egy ilyen összefoglalóval, hogy most éppen a héten mi az, ami történt, vagy mi van most? Igazán az látható, hogy az orosz tüzérségi csapások nem csitulnak, és egyébként nem csak Kelet-Ukrajnában, hanem adott esetben Dél-Ukrajnában is vannak támadások. Ezek eléggé kétélű fegyverek. Ugye a héten volt egy bevásárlóközpont ellen is egy olyan támadás, ami egyszerűen azt mutatja meg, hogy igazán ezek nem precíziós eszközök, amivel az orosz hadsereg támad, hanem ezek ilyen régebbi 70-es, 80-as évek, 90-es évek elejének olyan támadó rakéta technológiái, amivel ilyenfajta területi tüzeket, területcsapásokat lehet végrehajtani, amiben rengeteg civil áldozat van, és egyébként ez az orosz kommunikációnak nagyon-nagyon rossz, mert hogy abszolút Ukrajna be tudja azt mutatni pillanatok alatt, hogy ez egy olyan fajta háború, ami mindenki ellen, tehát nem csak az ukrán hadsereg, hanem adott esetben a civilek ellen is zajlik és folyik. Hát ilyen szempontból azért azt is láthattuk egyébként, hogy pontosan a bevásárlóközpont elleni támadás kapcsán azonnal az orosz dezinformációs gépezet elindult, és rögtön mutattak olyan felvételeket, ahol a robbanás megtörténik, és egyébként gépjárművek nem sérülnek, tehát hogy azonnal elindult ez a fajta maszatolás. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a támadások sajnos az elkövetkező időszakban egyre sűrűbben fognak bekövetkezni. Ez az egyik része. A másik a konkrét harci cselekmények tekintetében azt kell látnunk, hogy a legutóbbi beszélgetésünk után szerintem néhány órával véglegesen elfoglalta az orosz hadsereg Szeverodonyeckát. Azon folyik végül is hadműveleti szempontból a legnagyobb irányultságok és átcsoportosítások mentén komoly erőforrásokkal, tüzérségi oldalról és gyalogsági oldalról is ilyenfajta előremozgások tekintetében az orosz hadsereg oldalán egy támadási, folyamatos támadási akció, amiben egyébként Liszicsanszk térségében próbálnak továbbra is előre nyomulni. Ezt a területet mindenképpen be akarja kebelezni az orosz hadsereg. Az látszódik, hogy nagyon tudatosan mindig az utolsó pillanatban az ukrán hadsereg visszavonul, de egyébként addig kitartanak, tehát az utolsó pillanatig várnak és harcolnak, tehát ilyen szempontból az orosz hadsereg méterről méterre tud ténylegesen előre haladni. Most akár hiszed, akár nem, egyik nap összeszámoltam, hogy az elmúlt két hétben mi volt az az előrehaladás, és két hét alatt volt megközelítőleg ilyen 35-40 kilométer. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindkét fél minden kilométernél rengeteg embert veszít, halottakat és sebesülteket. És ténylegesen az az arány, amiről az ukrán elnök is beszélt, hogy egy ukrán halott vagy ukrán sebesült katonával szemben 5 orosz halott és 5 orosz sebesült van. Tehát bődületesek. Most mondasz egy számot, hogy 30 kilométer, én nem vagyok biztonságpolitikai szakértő még, tehát ez mennyire kevés, vagy mennyire sok, vagy egy háborúban mennyit szoktak haladni? Nagyon-nagyon kevés, tehát hogy egy átlagos, tehát egy dinamikus támadásnál a napi menet az minimálisan 30-35 kilométer. A sivatagi viharban ennél adott esetben sokkal gyorsabban. Nyilván ott egy nagyobb térségről és ugye sivatagi területekről beszéltünk, de az, amikor két hét alatt van egy ilyenfajta előrenyomulás, és adott esetben azt láthatjuk, hogy történik egy előrenyomulás, aztán utána visszaszorítják az oroszokat, tehát egy ilyenfajta libikóka mentén történnek a harcok. Ez mindenképpen azt mutatja egyébként, hogy az orosz hadsereg ugyan halad erőre, de hihetetlen vérveszteséggel. Időt nyernek folyamatosan az ukránok, és hát ilyen szempontból volt érdekes most a NATO csúcs, amiben azért nagyon sok dolog mellett megfogalmazta a NATO egyrészt azt, hogy ugyanúgy, ahogy a G7 csúcson is nem engedi azt, hogy Oroszország nyerjen, tehát nem nyerhet ebben a háborúban Oroszország, sem gazdasági, sem katonai, sem semmilyen fajta szempontból. Ez egy nagyon komoly kiállás Ukrajna mellett. De hát itt pontosan az időm miatt érdekes ez, tehát hogy egy kiállás az persze szép dolog, de ennek valahogyan eszközökben, katonai eszközökben, fegyverben, munícióban, kiképzésben kell manifesztálódnia. És hát itt a nagy kérdés az, hogy ezt egyébként Ukrajna mennyire kapja meg, és időben ez mikor fog megérkezni Ukrajnába. Én azt látom egyébként, hogy a szavak szintjén
zajlik úgymond a háború, de az, hogy konkrétan ezek a fegyverrendszerek nagy számban megjelenjenek, tehát a nyugati fegyverrendszerek Ukrajna oldalán, ez valahogy lassan megy. Ez az én véleményem. No, maradjunk még egy picit a mai eseménynél, mert hogy Moszkva egyébként reagált is közben, és tagadják, hogy orosz bombázók lennének a felelősek, sőt, ugye a Kreml közleményt adott ki. Oroszország nem támad civil célpontokat, ezt nagyon erősen hangsúlyozzák, hiszen itt ugye civil áldozatokról van szó. Honnan lehet akkor tudni, hogy hol az igazság? Tehát, hogyha itthon én olvasok egy ilyen hírt, hogy történt egy támadás, majd egy hivatalos álláspont Oroszország részéről a Kreml kiadja azt a közleményt, hogy nem mi voltunk, akkor hogy lehet eligazodni civilként? Hát nyilván nehezen. De minden egyes támadásnál ezt kell, hogy megértsék a hallgatók. Nem semmisül meg az a bizonyos támadást végrehajtó katonai eszköz. Tehát ez egy rakéta legyen, vagy egy robbanófej. Tehát annak meg